66 ezer tonna illegálisan lerakott szemetet számoltak fel országszerte a hulladékradarnak köszönhetően az elmúlt másfél évben. Az applikáció, melynek továbbfejlesztését a napokban jelentették be, többször nélkülözhetetlen segítségnek bizonyult az is. A kezdetektől rendszeres használói az alkalmazásnak a rendőr zalai, közbiztonsági és polgárőr egyesület tagjai. A polgárőrök szinte az összes nagy szemétlerakót felszámoltatták az applikáció segítségével fényképet csinálunk, GPS koordinátát maga az applikáció megadja, valamint kijelölhető, hogy milyen hulladék található ezen a területen, amit jelezni szeretnénk. Ezek mind a hulladék radar applikációk segítségével kiválaszthatóak, megadhatóak, majd a végén elküldjük. És ez gyakorlatilag ezzel a mi feladatunk le is zárult. Innentől fogva várhatóan kapunk információt, hogy, hogy, hol tart a felszámolás. A hulladékradar kezelése egyszerű, néhány koppintás a regisztráció. Sándor Dénes ezért azt javasolja, minél többen éljenek az ingyenes program nyújtotta lehetőséggel. Minden felelősen környezetér, felelősen gondolkozó magyar állampolgárnak javaslom. Tehát itt nem csak a szerveknek legyen ez letöltve, ez egy perc alatt letölthető applikáció, ami nagyon, ö, kö, nagyon barát kezelő felületű, tehát bárki könnyen tudja kezelni, fényképet készít, elküldheti ugyanúgy, te percek alatt a, elküldi a hulladékradal applikációra ezt, és ő is tett a környezetér. A 250 millió forintból továbbfejlesztett alkalmazáson keresztül a felhasználók naprakész információkat és visszajelzést kapnak arról, hogy mi történt a bejelentésükkel.